Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. Érhangja.ro/rádió. Sziasztok, ismét itt egy értágító, és folytatnánk egy olyan sorozatot, amit még idén elindítottunk, és eddig egy része jelent meg, ez pedig a sorozatos sorozatunk. Ismét összegyűltünk négyen, ugyanazon négyen, akik az előző adást is elkészítették. Én amúgy Lenkár Péter vagyok, itt van állandó kollégám Kis Lóránt, és itt vannak a filmes szakembereink, Bozsudina Gyorsolya, illetve Bizsó. Sziasztok! Sziasztok! Illetve akkor kiegészítem, aki hallgatta még az első részt, akkor, hogy a Bizsó felesége, hogy neki van azért itt már egy művész neve itt a podcast sorozatunkban. Ugye, aki még nem hallgatta meg az előző ilyen részünket, annak gyorsan elmondom, hogy mivel nagy film, illetve sorozat függők vagyunk, ezt a podcast sorozatot arra hoztuk létre, hogy az általunk megnézett és igencsak kedvelt sorozatainkat fogjuk bemutatni. Mindegyikünk húz egy általa kiválasztott sorozatot, és erről picit mesélünk, próbáljuk megismertetni azokkal a hallgatókkal, akik még esetleg nem látták ezt a sorozatot, vagy elmondani róla a véleményünket, és talán még meghozni a kedveteket hozzá, hogy megnézzétek, vagy újra nézzétek, ha már láttátok esetleg régebben. De mielőtt belevágnánk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye még mindig ebben a karantén helyzetben vagyunk, elég sok időt töltünk otthon, megpróbáljuk a napi minimumot azért elvégezni, ami a munkát illeti, de azért elég sok, talán még annál is több sorozatot és filmet nézünk, mint eddig, de akkor maradjunk a sorozatoknál. Ki milyen sorozatot néz most jelenleg? Na hát, ha már én kérdeztem, akkor ne én mondjam, valaki kezdje el, jó? Jó, látom, hogy mindenki nagyon hallgatag akar lenni, úgyhogy akkor kezdjük el mi. Mi is elég sok sorozatot nézünk, sajnos sokkal több sorozatot, mint amennyi filmet. Ez emiatt hiányérzetünk is van az utóbbi időben, de az igazság az, hogy most függetlenül attól, hogy ugye karanténhelyzet van, és rengeteget vagyunk itthon, nekünk továbbra is gyerekünk van, méghozzá kicsi gyerekünk, akinek most ráadásul még óvodája sincs, úgyhogy nálunk nem működik ez egész napos bingelés történet. Igazából este tudunk valamit megnézni, és ilyenkor általában egy sorozat rész fér bele, vagy mondjuk kettő, hogyha már a végén vagyunk a sorozatnak, vagy a szezonnak, és akkor már ugye muszáj folytatni. Az utóbbi hetekben egyrészt megnéztük a Fargo című sorozatot, amit rettentően szerettünk. Igazából ezt sem tudom mondani, mert nem emlékszem vissza, hogy sikerült az, hogy mi kitaláltuk, hogy megnézzük a Fargo-t. Nem igazán izgatta a fantáziánkat korábban egyikünknek sem. Mi nagyon szeretjük az eredeti filmet, illetve Coenéket, mint olyan. És így igazából nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy mi lehet a jó abban, hogy most készítenek egy Fargo sorozatot. Hát totálisan meg vagyunk győzve, tehát azt hiszem, hogy maximálisan 150-200%-ig meg vagyunk győzve arról, hogy erre a sorozatra valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva szükség volt. Egészen fantasztikus a sorozat, 3 szezonja van mostanáig. Antológia sorozat abból a szempontból, hogy egy szezon egy sztori, tehát szezononként a történet, illetve a szereplők is cserélődnek. Vannak dolgok, amik összekötik őket, nagyon izgalmasan, nagyon jó pofán. Vannak dolgok, főleg motivumok, hangulatok, megoldások, amik a Coen filmmel, a Fargo-val összekötik mindegyik szezont. Teljesen eszement, teljesen agyament, bejön a természet fölötti, bejön még akár az UFO téma is egy adott ponton, de mindegyik alapvetően krimi sorozat.
tehát gyilkosságok vannak, nagyon összekuszált szálak vannak, nagyon izgalmasan felderíthető büntények vannak, és nagyon-nagyon szerethető főszereplők, illetve fantasztikus negatív szereplők, tehát ilyen sátán figura típusú negatív szereplők. Mind a három szezon annyira élvezetes és annyira egyedülálló, hogy teljes mértékben ajánlani tudom. És hogy na jó, most hagyom Bizsot szóhoz jutni, nem, jó? Tudom, hogy ezer szállal kötődik mind a három szezon a Fargo mozifilmhez is, illetve valamilyen furcsa, inkább nem mondom el milyen módon, de nagyon érdekes módon több Coen film is megidőződik. És még egy apró adalék, ha valaki szereti Lynchet, akkor nagyon ajánlom neki ezt a sorozatot. Nem tudom, van itt ebben a körben valaki, aki szereti Lynchet? Nem, nagyon nem. Okay. Gondoltuk, Peti, hogy nem te vagy az. Fent van a Fargo a listámon, szóval majd sorra kerül. Meg fogsz lepődni, gondolom ugyanúgy, ahogy mi meglepődtünk, mert nem értettem, hogy ennek egyáltalán miért van létjogosultsága ennek a sorozatnak. De hűha. Nagyon van. Na, és még azt szeretném elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy nagyon sok sorstársunk itt a karanténokban, mi is beleestünk a... Viszont hamar, egy hónapja. Tiger King-et akarod mondani. Nem csak a Tiger King-et akarom mondani, hanem így a Netflix-es True Crime spirálba, amiben én mondjuk már benne vagyok egy jó ideje, én nekem nagyon tetszenek, én nagyon nagyra tartom a Netflixnek ezeket a krimi dokú sorozatait, egy jó párat megnéztem már. Most, amikor elkezdődött ez a karantén, akkor azt hiszem, hogy úgy megyek, hogy virális lett, nem? Ez a Tiger King, az egész internet tele volt vele. Tényleg érdemes megnézni, mert nem láttatok még ilyen hülyeséget, tehát hogy az életben, tehát hogy nem tudod elképzelni, hogy ilyen emberek vannak, és ilyen élethelyzetek léteznek. Tehát azt hiszed, hogy belenézel egy másik dimenzióba, és nem, mert ez Amerika egyébként. Tehát, akkor sok mindent megértesz, ezt a filmet megnézed. Az amerikai népélekkel kapcsolatban most tényleg nem akarunk politikába belemenni, meg nem fogunk, de mindegy, szóval egy parádés freak show az egész. Hihetetlen, hogy igaz, és ezen kívül pedig még megnéztünk egy másik true crime-ot is, ezt most ráthagyom, mert nem teszem be. Don't fuck with cats, hogyha hallottatok róla. Három részes, és körülbelül az is kb. Annyira hihetetlen történet, mint a Tiger King. Ezek tipikusan ez a két sorozat olyasmi, amit filmben az ember nem venne be, hogy ekkora maraságot valaki kitalál. Tehát, hogy ilyen nem létezik, ilyen nincs. De van. És megnézed, és hüled ezzel, és biztos, hogy 5 percenként azt fogod mondani, hogy ilyen nincs. És utána megnézed a sorozatot, és felmész a Wikipédiára, meg megkeresed a korabeli híradásokat, mit tudom én, és igen, ez mind megtörtént. Szóval azoknak, akik otthon unatkoznak a nagy karanténokban, azoknak én szeretettel tudom ajánlani a Netflixnek a True Crime-től történeteit, mert nagyon-nagyon jók, hát most ott egy olyan szórakoztató, nem, az ennyire nagyobb pervert. Főleg a macskás sorozat az valahol mélyen szórakoztató, de az hátborzongató, hogy ez most megtörténhet, vagy megtörtént valami ilyesmi. És nagyon elgondolkodható abból a szempontból, hogy a digitális korban milyen érdekes módokon is lehet nyomozni. Konkrétan a film krimi szálát, azt aki felderíti, az egy átlag internetező, nem a rendőrség. Szóval ez azért... És akkor mennyire veszik komolyan a rendőrség ezeknek az internetezőknek a kis nyomozásait, akik ugye felhasználják a legmodernebb technológiákat, önt igazából nem érted, hogy akkor a rendőrség miért nem tudja ugyanazt használni, amit ezek a kockák otthon. Tehát nagyon érdekes. És egy középkorú kockákról beszélünk, tehát nem fiatalokról, középkorú emberek, akik jobb hiány Facebookozgatnak otthon. Nem jobb hiány kifejezetten, mert azért nekik is van egy, de mindegy, ezt most hagyjuk, nézzétek meg, mert megéri, tényleg megéri. Ebből a témából készült nem olyan rég egy film is, nem? Ez a Searching. Mármint, hogy egy magánember végül is az internet segítségével keresi a lányát. Igen. Azaz, igen. Láttátok? Az egy mozifilm, ha jól emlékszem. Igen. Szerintem maga a film az átlagos, de hogy meg van csinálva, zseniális. Mármint az, hogy tényleg sikerül egy képernyőn tartani a történetet, és nincsen abszurd ugrás olyan dolgokra, amik ne lehetnének egy képernyőn.
szerintem a legjobban használja ki eddig ezt a felületet és ezt a milliót, ami tényleg ennyire szűk. De na, mondjuk engem a drámája nagyon meghatott, lehet, hogy az apuka jelleg miatt, nem tudom, nekem nagyon bejött. És az első 5 perc az viszont olyan szívszaggató, hogy a legrosszabb Pixar hagyományok. Ajajaj, nem, az egy jó Searching. Lóri, milyen sori megy? Én. Hát, kezdem azzal, ami nem sori volt, de próbálkoztam vele egyik este, az egy mostani 2020-as mozifilm lenne. Az a címe, hogy Bloodshot, és hát elvileg, képregény adaptáció, ugye, elvileg, és hát azért kezdtem el nézni, mert kíváncsi voltam, hogy tényleg van elhízott-e Vin Diesel. Lehetett látni olyan fotókat utóbbi napokban az interneten, hogy Vin Diesel el van hízva, hogy a karanténban, tehát ilyen pocakon ereszve minden, de nem igaz, legalábbis a film előtte készült még ezt, mert meg lehet tudni belőle, viszont nem bírtam végignézni, annyira szar. Pontosabban belealudtam, na, ez így a pontosabb kifejezés. Jó sztori volt. Nagyon-nagyon-nagyon tartalmasnak tűnt, és nagyon jól kezdődött, és igen, persze, hogy nem jó. Na mindegy, tehát, hogy ami viszont a sorozatok témáját illeti, hát ott, ugye ezt már Peti említette korábban, hogy volt ez a Night of-os cselles kerülős dolog, tehát, hogy rájöttünk arra, hogy ezt te ajánlottad már, illetve hát jó, akkor elővem az egyik point, hogy akkor ma este, jó? Tehát ebben az hatásban is beszélgettünk erről, és akkor nekem igazából feleségem mondta, hogy talált egy jó sorit, és hogy nem nézzük meg, de igen, Night Off, aztán megnéztük, ajánlottam Petinek, ő is megnézte. Úgyhogy ezt néztük utóbbi időben, aztán pedig keresgéltem még ilyen krimi témában, és rábukkantam egy korábbi sorozatra, aminek az a címe, hogy Fortitude. Ez egy angol sorozat talán, ez korábbi 15-ben készült, mintha lett 3 évadja. Nem nagyon volt, és én eddig nem nagyon találkoztam vele. Az első évadot még le is szinkronizálták, a másodikat már senkinek nem kellett, és nem szinkronizálták állítólag. A harmadik évadnak pedig lett összesen 4 része, és aztán el is kaszálták. Tehát azzal a 4 részebe is fejezték. Mi az első évadon vagyunk egyelőre túl. Valahol a Spitzbergákon játszódik a film, sorozat, és a Fortitude persze egy ilyen fiktív település név akar lenni. Gyilkosság történik, van benne egy kis misztikum, meg hát nyomozás nyilván, meg mindenféle, ami kell. Nagyon vagány a táj és a filmezés, tehát hogy az az északi táj, havas tájak, gleccserek, stb., amit ott el lehet képzelni. Ez nyomasztó, és ugyanakkor pedig látványában néha elképesztő. És ez egy kicsi közösség, ahol az egész dolog működik, meg ahol zajlik az élet, körülbelül nem tudom, 500-800 ember közötti lélekszám a település, és történik valami. Aki kíváncsi az ilyesmikre, meg szereti a hasonló jellegű krimikat, amik amúgy lassúak, és nehéz időnként összerakni, hogy akkor ez most mifelé fog tendelni, de aztán a végére, az első évvel végére is összeállnak a képek, és nem mondom azt, hogy cliffhanger van az utolsó részben, de van valami jó kis megoldásszerű benne. Ez az egyik, akkor a másik, amit elkezdtünk nézni utóbbi napokban Petinek a javaslatára, az a Hard Sun című sorozat. Micsoda? Hard Sun című sorozat. Gyilkos nap, ez a magyar fordítás. Gyilkos nap, jó. Ha már fordítunk, akkor fordítsunk. Szóval Gyilkos nap, ennek megnéztük például ma a második részét. Bocs, hogy közvágok, ez a Michael Crichton könyvnek az adaptációja, sorozat adaptációja? Volt ebből egy mozifilm 93-ban, Wesley Snipes-szal és Sean Connery-vel. Őszintén nem tudom, nem néztem utána annyira. Nem tudom. Talán, ha picit mondasz a történetből, akkor... Hát van két nyomozó, akik Londonban élnek, dolgoznak, és valahogy összekerülnek egy eset kapcsán, de kiderül, hogy háttérben van azért valami más is, illetve van egy ilyen világ vége a háttérben. És az Rising Sun, amire te gondolsz. Nem tudom, mi az angol címe, csak a Gyilkos nap maradt meg. A magyar címe ez lett. Aha. Okay. Na nem tudom, tehát abban még benne vagyok folyamatában, vagy benne vagyunk folyamatában, illetve mondjuk a Fortitude-ot sem fejeztük még be, úgyhogy
bár vannak kétségeim a második évad miatt, egyenlőre az első évad miatt, úgyhogy tehát azért nem mondom, hogy egy szuper sztori, meg nagyon jók a karaktereknek hasonló, de úgy nem rossz kikapcsolódásként. Illetve mondjuk oda kell figyelni azért, mert vannak olyan elemei, amikre aztán majd később még fényderül, meg össze kell rakni, meg hasonló, úgyhogy ilyesmi. Meg még egy dolog, amit nézegettek amolyan kikapcsként, ha nincs kedvem gondolkodni semmin, vagy hát nem akarok annyira odafigyelni valamire, az pedig egy animációs sorozat, a Star Wars Clone Wars cím animációs sorozat, azt nézegettem, annak már tartok a negyedik évadjánál. Az ilyen késő esti nálam, tehát amikor a feleség már alszik, mint nálatok a gyerek, úgyhogy az olyasmi kategória, és akkor azt így füldugasszal nézem éjszakánként, hogyha úgy van. Na hát, ugye, ahogy Lóri mondta, én ajánlottam neki ezt a Hard Sun című sorozatot, és ha ő még csak a második résznél tart, akkor nem mondom el neki, hogy nagyon szar a sorozat. Ezt sikerült most megnézni az elmúlt pár napban, illetve most kezdtem el nem tudom pontosan, hogy tavaly jelent meg, de Bizsó majd ebben segít, mert ő már látta a Catch 22-t, vagyis a 22-es csapdája című Joseph Heller regényből készült minisorozatot. Úgyhogy annak még pont a közepén vagyok, illetve ugye párhuzamosan, mivel hogy az hétről hétre jelenik meg a Westworld-nak a legfrissebb évada, aminek nézése közben rájöttem, hogy újra kéne nézni az első két évadot, amit ugyan már láttam, de azt hiszem a Westworld az a jellegű sorozat, amit érdemes többször újra nézni, vagy egy részt egy picit úgy beleásd magad, és nem az a darálós jellegű sorozat, mint sok másik, illetve lesz majd még itt a ma este folyamán olyan sorozat azok közül, amiket hoztunk mára. érhangja.ro/rádió És szerintem kezdjük is akkor el ezt a sorozat bemutatást. Nem tudom, hogy önként vállalja-e valaki, hogy elkezdi, vagy akkor én mondjam, hogy ki kezdi el, mint az iskolába. Hát akkor itt folyunk úgy bele, hogy mindenki a pad mögé. Mindig én kezdem. A múltkor én kezdtem, nem fogom én kezdeni. Nem mondtam, hogy te kezd, hanem Bizsó fogja kezdeni, mivel ABC sorrendben a magyar fordítás szerint az aznap éjjel, vagyis a The Night Of című sorozat. Annyi gyorsan előjáróban mondjak el, hogy a négy sorozatból, amit hoztunk, három HBO-s, ami azért elég sokat elárul a már korábban átbeszélt csatornának a minőségéből, de akkor The Night Of. Meg három inkább krimi, mármint hogy még a tiéd is, Peti, egy kicsit olyan krimis azért, hogyha belegondolsz a menetébe, bocsánat. Hát sőt. Vagy sőt, jó. Az a legkrimibb. Ja, persze. Jó, akkor kezdem én. Amit én hoztam, ennek van egy magyar címe, én nem tudom, aznap éjjel ezt a magyar címet kaptam. Érdekes, mert ezt talán te tudod jobban megfogalmazni, hogy... De ez nem is mint megfogalmazni, ezt jelenti. Tudom, csak ez egy jogi terminus. Nem jogi terminus, nem jogi terminus, viszont igen, de jó akkor, hogyha belemegyünk a nyelvérkedésbe. Amikor elkezdte nézni Bizsót, tehát ez úgy volt, hogy ő először megnézte ezt a sorozatot, és nagyon tetszett neki, és utána megnézte velem még egyszer. És kérdezte tőlem, hogy milyen csodát akar ez a cím jelenteni, mi az, hogy The Night Of, és én meg gondolkodtam rajta, és elkezdtem gondolkodni a kontextusokon, amikor ezt a kifejezést használni szokták, és igazából akkor szokták használni, és ezen nagyon meglepődött, és mondtam neki, hogy valami olyasmiről van szó, hogy van mondjuk egy gyanúsított valahol a rendőrségen, vagy a bíróságon, és megkérdezik, hogy mit csináltál on the night of, és mondja a dátumot, oké, okay, tehát, hogy mit csináltál augusztus 15-én éjjel. Ez a kis szintagma, ami erre tényleg ráutal, és bár nem jogi terminus, tehát ez túlzás, hogy jogi terminus, de tényleg ez az a kontextus, amiben a legtöbbet lehet hallani ezt a kis frázist, mondta be.
Igen, no, ez az HBO sorozat 2016-os, ha jól emlékszem, abban az időben ezt is, tehát ahogy vége lett, nekem sikerült ledarálni. Köszönhetően annak, hogy az első rész után szinte, tehát azt éreztem, hogy talán ez nem a legizgalmasabb sorozat, amit az HBO-n az ember megnézhet, de az biztos, hogy ez egy kerek egész lesz, és a maga nemében nem sok lenyesnivaló akad rajta. A sorozatokkal a legnagyobb gond az általában, hogy egyszer, egy adott pillanatban szinte mindegyikben érzi az ember azt, hogy húznák valahova. Most ez egy plusz, igen. Na, ebben a sorozatban nagyon kevés ilyen volt szerintem. Köszönhetően annak, hogy lehetett tudni, hogy vége lesz, van egy ügy, fény fog rá derülni, valamilyen módon, ha egyáltalán fény fog. És hogy nincs az a kérdés, hogy ami, tehát ez egy folytatott kalambó epizódként működik szerintem ez a 10 rész, mert még az első rész után azt hiszed, hogy egy ártatlanul bebörtönzött ember megpróbáltatásain keresztül felderítenek majd egy ügyet, hogy ő kijuthasson a börtönből. Igazából az emberi dráma kerül előtérbe már a második rész után, és aztán altatni fog. Tehát van ez az angol kifejezés, hogy who done it. Ez úgy tűnik, hogy egy ilyen sorozat, és mégsem egy ilyen sorozat. A végére természetesen kicsit átalakul, de ezt ebben nem szeretnék belemenni, hogy csak ajánlítom amúgy a sorozatot. De a lényeg az, hogy minden szempontból kielégítő vége van, de mindenképp az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés áll a középpontjában. Valami olyasmin keresztül, amit én még nem láttam bemutatva a sorozatokban, mégpedig az amerikai igazságügyi rendszeren keresztül, és rengeteg szakértő meghallgatásával, illetve ott dolgozó ember beszámolói alapján építették fel a sorozat világát. Tehát úgy hallottam, hogy ez a sorozat áll a legközelebb ahhoz a világhoz, ahogy valójában az amerikai igazságügy működik, annak minden buktatójával és azzal a nagyon-nagyon furcsa börtönrendszerrel, ami van náluk, ami igazából gyártja a bűnözőket, azokból az emberekből is, akik akár csak előzetesbe kerülnek és hosszabb időt kénytelenek ott eltölteni. És ráadásul a bevándorló helyzetről is mesél, de nem az, arról a bevándorló helyzetről, amiben most élünk egy pár éve, hanem az amerikai, úgymond teljesen amerikaivá vált valamikori külföldiekről, akik már rég letelepedtek generációkkal ezelőtt, és mégsem fognak soha teljesen elfogadottak lenni, köszönhetően a származásuknak, vagy a vallásuknak. A sorozatban, ha jól emlékszem, akkor egy palesztin, vagy pakisztáni család, sarja keveredik egy bűnügybe, konkrétan egy gyilkosságban, rögtön az első részben, és kerül börtönbe. A néző sem tudja 100%-osan eldönteni, hogy ő valójában elkövetette bármit. A jelek arra mutatnak, hogy nem, de mivel a fiatal, aki ebben a helyzetbe kerül, eléggé homályos emlékei vannak a dolgot. Itt a dologgal kapcsolatban azért mi sem lehetünk benne biztosak, hogy nem ő követte el az adott gyilkosságot, és egy nagyon dörzsölt, de igencsak megfáradt ügyvéd van még a film középpontjában, akit John Turturro alakít, az említett fiatal pedig az azóta csak egy kisebb hollywoodi karrierbe futott Riz Ahmed játsza, illetve ott van még egy éppen nyugdíjazását megélő nyomozó, akit Bill Camp játszik, aki azóta az egyik kedvenc sorozatszínész szemé lépett elő. A film minőségéről szeretnék, hogy beszélni, mert a történet az tényleg egy... Én nem szeretnék sokat mondani róla, szerintem mindenki fedezze fel saját maga. A színészek azok szerintem brilliánsan játszanak, és ahogy mozgatják a szálakat a történetben a színészek, az valahogy olyan szépen van elosztva, hogy soha nem éreztem azt a kényszeredett átlépést, mint akár mondok akkor két tipikus ilyesmit, a Walking Dead-et és a Trónok harcát, és most ők is meg vannak említve így ebben a podcastben, ahol kényszeredetten kapcsolnunk kell helyszínről helyszínre, hogy lássuk, hogy mi van ezzel és ezzel a karakterrel. Csoportok alakulnak ki kettesével, hármasával a szereplő között, ha túl sok szereplőt kell mozgatni,
és érzi az ember, hogy ez muszájból történik, érzi a néző. Na, itt ilyesmiről szerencsére nincs szó, és ezért is érződik természetesnek a filmnek a folyása, a történet folyása, és a dráma így igazán tud lélegezni. Tehát úgy szellős a film, hogy nagyon is koncentrált maga a történet, és ez szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon-nagyon tapasztalt a két kreátora a sorozatnak. Két igencsak tapasztalt hollywoodi forgatókönyvíró, illetve színészről van szó. Tehát az egyik az sokat szerepel is filmekben. Az egyik Richard Price, a másik pedig Steven Zaillian, talán így kell mondani a nevét. Ők már 80-as évek óta igencsak aktívak Hollywoodban. Az egyik ők író volt, úgyhogy már ott is szerzett tapasztalatokat a megfelelő történetvezetés terén. És talán annyit elmondhatok, hogy olyan filmeknek írták a forgatókönyvét, mint a Pénzszíne, az egy 86-os Martin Scorsese film, a Schindler listája, vagy legutóbb az Irishman. Szóval nem akármilyen rendezőkkel dolgoztak eddig, úgyhogy volt miből dolgozni a sorozatnak. Illetve a legutolsó munkájuk pedig az szintén egy HBO sorozat, aminek néhány hete lett csak vége, a Stephen King regényeiből készült Outsider, a kívülálló, amiben szintén szerepel Bill Camp, az itt nyomozót alakító figura. Abban a sorozatban meg ügyvéd, szóval túl messzire nem mentek a karakterrel. Körülbelül ennyit tudok elmondani. Az utolsó jelenet pedig annyira felteszi számomra a pontot az ire ennél a sorozatnál, hogy már akkor tudtam, hogy vége lett, hogy ezt újra fogom nézni, és ez meg is történt napokkal később. Nektek mi a véleményetek? Ha jól tudom, amúgy ez korábban egy angol sorozat volt, vagy úgy értem, hogy volt egy angol sorozat, amiből készült ez, talán ilyesit olvastam, és annak az a címe, hogy Criminal Justice. Valamilyen brit sorozatként működött által korábban, nem tudom, hogy milyen években. Criminal Justice-ról hallottam, de nem tudtam róla, hogy bármi köze lenne ehhez. Valami ilyesmit olvastam napokban róla, hogy volt egy ilyen, hát nem mondom, hogy sztori van előzménye, vagy hogy teljesen át dolgozták volna, úgymond amerikaira, vagy valami, de hogy volt egy ilyen témája, és azért is általában furcsa, hogyha már a címnél tartottunk, ugye, hogy a Criminal Justice inkább felelne meg címként, vagy inkább passzolna címként ehhez, mint mondjuk a Night Off cím kategória, ugye. De ez csak egy ilyen zárójel volt inkább. Ami meg magát a sorozatot illeti, nekem ugye, vagyis hát viszonylag igen új élmény, hogy nemrég néztem meg, abszolút ilyen darálósra mehet, tehát hogy le tudja az embert nagyon kötni, nagyon hát ilyen, tehát igazából intenzív, és ahogy mondtad te is, hogy nincsenek igazából olyan dolgok, amiket lenyesnél belőle, vagy nincsenek üres járatok benne igazán, hanem még azt sem mondhatjuk, hogy feszített tempója van, mert nem feszített a tempója. Tessék? Nem feszített, nagyon érdekes, hogy... Igen, és ugyanúgy mégiscsak nagyon intenzív, tehát hogy megtartja az embert, ilyen nagyon konstans az egész szerintem. És hogy a húdánit kategória meg igen, tehát hogy... A végén nem tudsz rájönni semmire se talán. Vagy én legalábbis úgy voltam vele, hogy nem tudom. Mi? Ne beszéljük meg az végét, jó? No, nem beszéljük meg, majd csak a műsor után. A lényeg az, hogy szerintem meg egyértelmű a vége. Lehetne, nem vagyok benne biztos. Nekem is ugyanazt az élményt adta, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, mintha egy 8 órás filmet néznék felbontva, tehát nem voltak ilyen, ahogy Lóri is mondta, üres járatok. Tényleg sikerült azt hiszem 2 vagy 3 nap alatt megnézni ezt a sorozatot. Ami meg újdonság volt számomra legalábbis, hogy általában az ilyen jellegű filmeknél ugyebár a végén mindig az van, hogy mármint az ilyen tárgyaló termi filmeknél, hogy vagy elítélnek valakit, vagy felmentenek, és akkor az ehhez megfelelő eufória vagy bánat kerül úgy az előtérbe. Ebben a sorozatban meg pont az a
az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy bár felmentették ugyebár a főszereplőnket, mégse volt senki boldog, vagy legalábbis volt egy olyan nyomasztó hangulat ott a tárgyalóterembe. Tehát úgy igazából nem szabadult fel senki attól, hogy a bíró hozott egy végítéletet, mert annyira, tehát hogy ugyebár a főszereplőnk is nem volt már a végén biztos abban, hogy most akkor mi is történt. Hát meg igazából szerintem itt az a kérdés vetődött fel, amit Bizsó említett az előbb, hogy ez egy olyan rendszer, ami gyakorlatilag gyártja a bűnözőket, hogy tegyük fel, hogy ha ez a srác valóban, hogyha most már így belemegyünk a végébe, ártatlan volt. Olyan meghurcoltatásokon ment keresztül, ezen a rendszeren keresztül végig, hogy biztos, hogy egy más emberként jött ki a túlsó végén. És konkrétan gyilkos lett, bocsánat. Ha nem volt gyilkos, amikor bekerült, gyilkos lett, akkor kijött. Tehát ezért nincs felszabadulás a végén szerintem. Ezért nincs eufória, mert ami történt, és egy nagyon fiatal srácról beszélünk, tehát gyakorlatilag egy szinte gyerek. Vagy gyerek, nem? Nem kiskorú? 23 vagy valami ilyesmi. Oké, egy nagyon-nagyon fiatal fiú, tehát egy olyan ember, aki tényleg előtte van az élet. És ami történik vele, szerintem elmondhatjuk, hogy tönkreteszi az életét, mert függetlenül attól, hogy nem követte el azt a dolgot, attól függetlenül nem fog tudni soha visszatérni oda, ahonnan elindult ember, amikor ebbe a darálóba belekerült. Hát tényleg elég, hogyha megnézzük mondjuk az első rész pár mozzanatát, amiben ő szerepel, és az utolsó rész, igen, utolsó pár percét, amikor szintén szerepel, hogy mekkora ellentét van a két figura között, pedig ugyanaz az ember. Igen, és ez is szerintem, amit Bizsó mondott szintén, hogy mennyire jó ez, hogy tényleg nincs amit leszedni róla, meg nincs üres járat, A-ból jut el B-be a sorozat, tehát látod, hogy van egy íve, van egy kiindulása, van egy érkezése, csak felszeretném újra emlegetni azt, hogy a legutóbbi találkozásunkkor elmondtam a Csernobil kapcsán, hogy miért a kedvenc a műfajom a minisorozat. Ezért, pontosan ezért. Tehát ahogy mondtad, Peti, hogy olyan, mintha megnézni egy 8 órás filmet, tehát hosszú, van időnk belemenni mindenbe, van időnk kitárgyalni, elgondolni, elemezni, de nincs időnk arra, hogy kilométeres kitérőket tegyünk, és majd 5 év múlva, 10 év múlva lezárjuk valahol, amivel gőzünk nem volt, nincs, hogy hol kezdtük. Tehát, hogy több, mint egy mozifilm, és több, mint egy hosszú sorozat, és szerintem ez egy nagyon-nagyon menő műfaj. Most közben... Igen. Az aggódott még azt hiszem, hogy annyira változik a sorozat folyamán, hogy mikor kerül már sor a bírósági tárgyalásra. Lássuk azt, amikor ott már megütköznek a prók és a kontrák, az ügyész és a védő, és hogy mit hoznak fel, hogyan zajlik majd a tárgyalás, mennyire lesz izgalmas a tárgyalás. Én nagyon szeretem azokat a filmeket, akár vagy sorozatokat, amiben van bírósági tárgyalás. Nem tudom, hogy miért, de szeretem őket. Tehát, hogy ott mindig van egy olyan jó kis ütközési rész, pont valami, egy pár baj, vagy valami, amit nagyon élvezek az ilyen filmekben, és itt nagyon-nagyon vártam, hogy na, mikor lesz már az a bírósági tárgyalás végre. És aztán, amikor ugye, hát annyit elmondok ilyen részletként, ugye azt mi tudjuk, lehet sokan nem tudják még, ugye, hogy van egy, illetve akkor pontosabban ugye ott van John Turturro, akit elejétől fogva ott van mellette, mint ügyvédje, aki egy szerintem óriási üdvözlőszín foltja az egész sorozatnak, tehát annál élveztem. A karakter az szerintem zseniális, hogy megvan oldva, és ugye ő kikerül a képből egy idő után, mint védőügyvédje a srácnak, és aztán pedig jön egy sztárügyvédnő, stb. De végül is egy harmadik ügyvédnő kezdi el védeni, aki tudjuk, ez a fiatal kis jogász hölgyike. És én azt éreztem, amikor ő védte már a bírósági tárgyalás során a srácot, hogy úgy gyenge. Tehát, hogy úgy többet vártam volna védőügyvédtől, a csajtól konkrétan, aki védte. Nem tudom miért, tehát erőtlennek tűnt, ahogyan felvázolt a dolgokat, ahogyan próbálta igazából védeni a kliensét. És aztán, amikor tehát végig vártam azt, ugye visszakerült a képbe John Turturro, és végig vártam azt, hogy mikor veszi már át azt a pálcát tőle, hogy akkor védje már meg rendesen.
És aztán tudjuk, hogy mi lett a vége, azt nem mondjuk el, vagy nem tudom, de... Na. De már elmondtuk, szóval tök mindegy. Nem mondtuk el a Birkent alakított, a nyugdíjazott nyomozó történetét, mert velem a vége, akkor is, hogyha az utolsó kép nem róla szól, vagyis az utolsó képsor, de ott van a megoldás, és az teljesen egyértelmű megoldás. Addig a pontig lehetnek kétségek, de ott már nem. Hogy mi is történt valójában. Csak kérdés az, hogy mennyire számít, hogy mi történt valójában azzal a... aki az elején elhunyt, amikor a főszereplőkből az lett aki. És most nem arról a 15 kiló izomról van szó, amit a sorozat közben magára tesz, hanem a függőségéről, ami sehol nem volt a sorozat elején, és az attitűdjéről, és a világnézetéről, és arról, hogy iszonyatos, szerintem ez egy... Na, oké. Okay. Jó, hát akkor... Azt hiszem, hogy egyet értünk, hogy mindenkinek tudjuk ajánlani ezt a sorozatot. Érhangja.ro/rádió. De akkor maradjunk az HBO-n, és akkor folytassuk a bemutatását annak a sorozatnak, amit én hoztam, ha már ezt így belevághatok így ebbe. Ez pedig az a Watchmen, amiből ugyebár hát most már 11 évvel ezelőtt, de hogyha a sorozatot nézzük, akkor 10 évvel azelőtt készítettek egy mozifilmet, és rengeteg fórumot végigolvastam, és mindenhol az volt, illetve podcasteket hallgattam, amiről ezt beszélték, hogy valószínűleg teljesen másképp ütött volna az a mozifilm, hogyha mondjuk pont 10 évvel később készítik el, mint például tehát mondjuk akkor jelenik meg, mint most a sorozat, de szerencsére készült egy olyan sorozat ebből a mozifilmből, illetve ugye ez is egy képregényből készült, ami képregény teljesen elüt a közismert képregények struktúrájától, és nem feltétlenül csak képregényként működik, mert ugyebár általában könyvként vagy regényként is szokták kezelni. Alan Moore, jó igen, hirtelen nem ugrott be nek a regényét. Ez is egy mini sorozat, és egy mini évad. 10 részről beszélünk, vagy nem, bocsánat, 9 részről beszélünk, viszont ez nem az a darálós jellegű mini sorozat, amit így, mit tudom én, pár óra alatt, vagy egy-két nap alatt tanácsos megnézni, mert hogy aki igazán beleássa magát ennek a világnak a, mondhatom azt, hogy mitológiájába, és ezt azután tudtam, vagy neveztem így az egészet, miután másodjára megnéztem ezt a sorozatot, hogy a 80-as évek közepétől egy olyan mitológiája épült fel ennek a Watchmennek, hogy nem lehet, vagy nem kéne úgy elsietni, hogy így pikpak gyorsan ledaráld ezt a sorozatot, és nagyon jól csinálta az HBO, ugye erről is folyik a vita, hogy most ki csinálja jól, hogy egyszerre feltölti az összes részét az évadnak, mint ahogy a Netflix csinálja, vagy pedig ahogy az HBO szokta általában, hogy hétről hétre mutatja be a legfrissebb sorozatot. Ez például ez egy nagyon jó példája annak, hogy itt egy hétig ment ugyanúgy, mint ahogy annó a Szomszédokkal, és most nagyon visszaugrottam az időbe, hogy el kellett teljen egy időnek, és akkor lehetett róla beszélni mindenfele, hogy akkor most ez mit jelent, és mit jelent. És ez az a jellegű sorozat, ami nagyon zseniálisan fel van építve abból kifolyólag, hogy én például is a saját tapasztalat, hogy mikor megnéztem az első részt, akkor így csak a fejemet csóváltam, hogy most ez micsoda. Az egyik főszereplőnk, és most azt hiszem nem fogok elárulni túl sokat, már is meghal az első évad végén, az első rész végén. És nagyon szépen fokozatosan építik fel a készítőjének a sorozatnak az egészet, és igazából az utolsó jelenet végén válik kerekké az egész. És nagyon jó élmény volt újra nézni
ezt a sorozatot, mert teljesen más szemmel néztem mondjuk az első része, első pár jelenetét, pár kockáját, mert akkor már tudtam, hogy mi mit jelent, és nagyon jó élmény volt a második újranézés után, utána nézni még ilyen nagyon pici apró részleteknek, hogy mi mit jelent. Rengeteg kapocs nyúlik vissza, mind az alapműbe, mind a mozifilmbe. Ugye, aki most hall először erről a Watchmen világról, úgy kell elképzelni ezeket a nem is szuperhősnek hívnám őket, hanem inkább antihősnek, mivel hogy nem ugyanúgy működnek, mint ahogy már az előbb mondtam, mint a klasszikus szuperhősök, hanem pont az ellenkező módon, és engem is kb. A sorozat nézések közepén arra sarkolt a sztori, hogy muszáj újra nézzem a mozifilmet, hogy azért picit tisztábbba tegyem a picit megkopott emlékeimet ezzel kapcsolatban. A forgatókönyv írója az a Damon Lindelof, akinek a és az előbb szó volt, ugye vannak olyan sorozatok, amik nagyon hosszúak, ilyen volt a Lost, aminek ő írta többek között a forgatókönyvét, és nagyon el tudják vinni, illetve itt a Watchmen, amit egy szezonban nagyon szépen kompaktul összehoztak, illetve sikerült még tőle megnézni közben egy másik sorozatot, amiről majd egy másik adásba fogunk majd talán beszélni, ez a The Leftovers, az pedig egy 3 évadba sikerült kibontakoztatni egy nagyon érdekes történetet. Amit kiemelnék még a Watchmen-nel kapcsolatban, hogy szinte minden rész működik különálló részként abból a szempontból, hogy bár összefüggőek a részek, nem azt akarom mondani, hogy nem, de hogy akár elmehetnek egy ilyen egyórás mozifilmnek is, mert zseniális, ahogy össze vannak rakva a képi világ, a történet, a szereplők nagyon jók, és mindig megbotránkozok, mikor megtudom, hogy Regina King 50 éves, vagy már annyi is elmúlt, mert eszementül jól néz ki az a nő, és nagyon jó színésznő szerintem. Az egyik kedvencem lett azóta, mióta megnéztem ezt a sorozatot. Aki nem vevő arra, hogy nagyon, tehát nincsenek árnyalva azok a témák, amik mostanában megbotránkoztathatják az embereket. Értem ez alatt például a rasszizmusról ilyen nyíltan nagyon rég nem láttam, akár sorozatban, akár filmben beszélni a készítőket, tehát hogy egyáltalán nem burkolnak be semmit, és kimondanak, nem létezik ebbe a sorozatba a PC, és ez például ugye erről is volt szó még talán a múltkori ilyen jellegű podcastünkben, hogy az HBO megengedheti magának ezt a luxust, hogy ilyen kényes témákat felhozzon, és megvan neki már az előfizetői magja, akik nem fognak csak azért elpártolni tőlük, mert hogy elővesznek egy ilyen kemény témát. Ahogy az elején mondtam, hogy amerikai mitológiát sikerült létrehozni ebből a Watchmen világból, és ebbe a sorozatban nagyon szépen össze van gyúrva mind az amerikai történelem, mind a popkulturális, mind a zenei, illetve mind a képregényvilág. Úgyhogy aki bevő az ilyesmire, és tényleg szeret egy sorozatot nem egyszer, hanem többször is megnézni, annak mindenképpen tudom ajánlani. Illetve ami nekem mindig kényes téma, az a zene. A zenéje oltári jó. Trent Reznor és Atticus Ross neve, nem tudom, hogy kinek mit mond. Ők a Nine Inch Nails-nek voltak a zenészei, de teljesen más jellegű zenét készítettek ehhez a sorozathoz, nagyon passzol hozzá. Óriási élmény volt másodjára is megnézni. Vágási Lindelöf. Mondd a szomszédokat. Igen, hétről hétre átgondolni, mi is történt, és megbeszélni a szomszédokban. Igen. Na hát, tessék, kérem. Ki az, aki látta még a sorozatot közülünk? Láttam.
Ti láttatok egyébként? Orsi Bizsó. Én láttam. Te láttad. Én láttam a mozifilmet is annak idején még régebben. Azt ugye még azt hiszem, hogy Zack Snyder rendezte talán a mozifilmet, mint ha. Igen. Annak idején, mikor a mozifilmet láttam, nem olvastam még a képregényt. Igen. Amikor láttam a sorozatot már, akkor már mind a kettő meg volt nyilván előtte így, és a hármat nem lehet összegyúrni sem, és nem is szabad összegyúrni sem valószínűleg. Tehát a képregényt, a filmet és a sorozatot. Tehát ilyen... Mindegyik külön entitás természetesen. Abszolút, tehát rengeteg az eltérés, meg rengeteg a... Tehát igazából a sorozat az valahogy ilyen teljesen új sztori lényegében, mint hogyha, de persze nem az, csak mint hogyha, tehát a megközelítése az teljesen más nyilvánvalóan. Nem tudom hirtelen, mit mondjak, nem teszem be más, de miközben gondolkodom, átadom. Hát képzeljetek el egy olyan világot, ahol nap mint nap garnélák potyognak az égből, így random módon egyszer csak, illetve Robert Redford már 30 éve az Egyesült Államok elnöke. A rendőrök nem foghatnak pisztolyt a kezükbe, csak hogyha feljogosítást kapnak a rendőrkapitányságtól. Maszkot kell viseljenek, mivel hogy történt egy olyan cselekmény a sorozatban zajló események előtt, ami erre talán megoldást jelent, de természetesen nem jelent megoldást. Ennyit talán elárulhatok. Szóval egy nagyon egyedi alternatív jelent raktak itt nekünk össze a készítők. És alternatív múltat. Nem, jelent, 2020-ban játszódik. 2019-ben játszódik, de mindegy, okay. Lényegtelen. Jelen. Azt már Regina... a... Bocsánat, hol vannak? Regina Kingen kívül még... na most nem jut eszembe a neve a fickónak, Jeremy Irons tudnám kiemelni, akit... Én mindig is kedveltem, és nagyon furcsa volt ebben a sorozatban látni ebbe a világba, de ugyanúgy meg tudta oldani a feladatát, már hogy egyáltalán feladat volt ez számára. És mondjatok még ti valamit. Jó, akkor mondok én. Először igaz, nem mondok, de mondok. A sorozat, az HBO sorozat közvetlen folytatása. Közvetlen nem időrendben, hanem következmények szempontjából közvetlen folytatása a képregénynek. Nem kapcsolódik semmiben, csak néhány képi megoldásban a mozifilmhez. Azt mutatja meg, hogy körülbelül 35 évvel a képregényben látottak után, mi fog történni Amerikában, hogyan alakul a világ sorsa, és szépen tovább van gondolva például az apró, de nem elhanyagolható részlet, hogy mivel Dr. Manhattan megnyerte a vietnámi háborút, ezért Vietnám az amerikai állam már 35 éve, úgyhogy, illetve nem 35 éve, hanem már 40 valamennyi. És az említett szuperhősök azok már teljesen illegalitásba vonultak, illetve gyakorlatilag nem is léteznek. Ugyanakkor Rorschach legendája tovább él. Az ő szélsőséges nézetei még szélsőségesebb formában szinte testet kapnak egy szekta által. Ez mind... Ezen azért lehetne vitatkozni, hogy mennyire szélsőségesek Rorschach nézetei, vagy csak ez a szekta próbálta egy picit szélsőségesre tolni azt a nézetet. Most természetesen Rorschach nézetei rettenetesen szélsőségesek, és mindent elzárkózok, hogy vagy lehet, hogy te most a mozifilmből indulsz ki. A képregényből kiindulva viszont Rorschach egy nacionalista, rasszista lap magazin, heti magazin olvas bibliaként, és az neki a szentírás, szóval igen, az ő nézetei azok elég extrémek. Az igazságérzete viszont rettenetesen erős, és ő úgy tud egy egyenes figura lenni a képregényben, hogy egy csomó mindennel, a módszereivel nem lehet egyetérteni. De viszont az igazságérzete túl erős ahhoz, hogy teljes joggal el lehessen ítélni akár a módszereit, vagy akár azt, amit ő el szeretne érni. Itt valami egészen más történik, mint amit Rorschach akart.
az a szekta, vagy mi a csoda, az hát az egy nagyon-nagyon furcsa képződmény, és nekem az egyáltalán tetszett a sorozatban, ahol ezt kivitték, és nem azért, mert ahogy be volt mutatva, hanem mert egy jó néhány helyen megbicsaklik szerintem a motiváció, illetve én úgy éreztem, hogy a sorozat háromszor-négyszer ugrik egy bakot a történetben. Lehet, hogy újra kell nézem, és akkor jobban össze fog állni, de amiután mehettem, újra bekerül a képbe, és azt, hogy milyen módon, ezt nem mondom el a sorozatban, mert ez egy elég nagy fordulat, de nem hinném, hogy Alan Moore különösebben rajongana azért az ötletért, amit az ő fő figurájával csináltak ebben a sorozatban, és ez nem azért, és ezt nem azért mondom, mert Alan Moore véleménye annyira számítana, hanem azért, mert Manhattan figurája még a mozifilmben is rendben volt szerintem, abból a szempontból egy annyira kitalált valaki, egy annyira sajátos nem világnézettel, hanem időérzékeléssel és egy olyan isteni mi voltal, amit igazából már adva van. Tovább gondolni természetesen lehet, de hogy a sorozat nem csak tovább gondolja, hanem elkezdi fejleszgetni és a saját képére formálni, most nem a sorozat világára gondolok, hanem a készítésre, ők kezdik a saját kényükedünk szerint venni ezt a figurát, és az ő érzelmeit, amik hát igazából nincsenek, és nem is voltak, és nem is lesznek, miután már nem ember. Ezért én úgy érzem, hogy itt valamit nagyon, nagyon nem kellett volna. Az utolsó három rész nekem nagyon tetszett, volt vele némi gondom a sorozattal összességében, mint már említettem. Összeállt a végére, de a motivációkkal komoly gondjaim vannak. Ami a végkövetkeztetés, az a semmi gondom nincs, hogy akkor ahogy eljutottunk oda, azzal nekem komoly gondjaim vannak. Újra kell, majd nézem az egészet, de nem tudom, hogy szükség volt erre. Mármint, hogy ezt a történetet folytatni kellett volna egyáltalán. Vagy hogyha már igen, én reménykedtem benne, hogy elszakadnak a régi figuráktól, és nem azok hátán fogunk tovább menni. Mert nagyon izgalmasnak láttam ezt a világot, ami az első néhány részben kibontakozott. És láttam, hogy épít a képregényre, de hogy képes tovább lépni. És azt hittem, hogy tényleg tovább lépünk. De sajnos nem ez történt, hanem inkább regresszió történt a végén, ami nekem nem volt annyira az ínyemre, de ez lehet, hogy csak az én hibám, vagy lehet, hogy újra kell nézzem. Erős sorozat, de valahogy túlságosan támaszkodott a képregényre, ugyanakkor egy picit meg is tapusta valahol, úgy érzem. Ennyi. Mondjuk én is valamit? Hát igen, te mint a képregény hajlója. Túlságosan nem vagyok feljogosítva, vagyis hogy egyáltalán nem vagyok feljogosítva arra, hogy erről a sorozatról beszéljek, úgyhogy nem is fogok, mert nem láttam belőle percet sem. Azt viszont azért szívesen elmondom, hogy a Watchmen képregény az egyik legnagyobb könyvélményem életemben. Nagyon kevés könyvvel jártam, úgyhogy a végére értem, és lapoztam is az elejére egyből, mert muszáj volt újraolvasnom. Tehát ez szerintem egy igazi alapmű. Én minden olyan kezdeményezésnek örülök, ami még inkább behozza a köztudatba a Watchment. Én minden alkalommal csak azt tudom remélni, hogy akkor minél több embert rávisz arra, hogy a kezébe vegye a képregényt, vagy grafikus regényt, vagy nem tudom, hogy kell ezt így mondani szebben, meg elegánsabban. Igen. A filmet láttam, én nem szerettem egyáltalán, tehát nekem rendkívül semmilyennek, laposnak tűnt a képregényhez képest, de nyilván biztosan ez azért is van, mert ugyanolyan elfogult voltam, mikor néztem, de én sokkal többet vártam volna, sokkal kreatívabban, sokkal bátrabban, sokkal belemenősebben, úgyhogy én mindig azt gondolom, hogy megérdemli a Watchmen, hogy kapjon egy nagyon-nagyon menő adaptációt. Lehet, hogy ez a sorozat pont az, nem tudom, nem láttam. Nem az, mivel folytatás. De fejezem be, tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy adaptálni a sztorit, hanem szerintem egy nagyon méltó adaptáció az is a Watchmenhez, hogyha átgondoljuk. Ugye, nem szabad elfelejteni, hogy a Watchmen a 80-as években egy nagyon komoly kor rajz volt,
bár alternatív múltat és alternatív jelent mutatott be, viszont nagyon súlyos kommentárjai voltak a valódi jelenre nézve. Tehát abszolút nem véletlen, hogy a 80-as években játszott, és semmi nem véletlen, ami történik benne, mert a szerző mindennel a valóságra reflektált. És én azt gondolom, hogy azóta, hogy teltek az évek és az évtizedek, talán a 2010-2020-as évek most már olyan erőteljesen az alternatív tények és az alternatív valóság, posztvalóság világában élünk, hogy szerintem az Alan Moore világából kiindulva nagyon-nagyon izgalmas megállapításokat lehetne tenni erről a mai világunkról, és itt most tényleg elsősorban a Rorschach figurájára gondolok, aki akkor még csak egy ártatlan kis náci az eredeti képregényben, tehát egy elvakult szerencsétlen alakot, tényleg egy rettentesen nagy igazságérzettel megáldva, de ugyanakkor borzasztó szélsőséges nézetekkel és egy visszatarthatatlan agresszivitással, aki ugye, ahogy mondtad, te is egy fantasztikus ez a kapcsolata ezzel a szélső jobboldali lappal, a képregényben imádtam, ahogy kialakul ez az egész történet a lap és az olvasója között. És hát szerintem már nem is kell túl sokat mondanom azt, hogy megértsétek, hogy miért gondolom, hogy a mai világot miért lehetne annyira izgalmasan és annyira menően egy picit ezzel megkommentálni egy ehhez hasonló történetet, csak ez tényleg nagyon belemenősnek kell lenni, és bátornak kell lenni, és merni kell megkommentálni a dolgokat, és úgy Isten igazából, mint ahogy Alan Moore meri még annyit tennék azért hozzá, aztán így elhallgatok, hogy ha Alan Moore nem támogatná ennek a szektának, vagy nem tudom minek a megjelenését, tehát Alan Moore bácsi nem támogatja semmiféle adaptációját, semmiféle munkájának, tehát ő utálja az adaptációkat, sohasemmit meg nem nézett, és totálisan elzárkózik az egésztől. Ő nagyon jól el van a maga kis buborékjában, mint mindenki más. Ugye? Varázsolgat otthon. Igen, igen. De azért még írja a képregényeket is, hogy rendben. Igen, és amúgy a saját kis közösségének ő még mindig abban a kisvárosban él és alkot, ahol leélte az életét. Most nem, mert nem néztem utána, nem tudom megmondani, hogy milyen neve a kisvárosnak, de a kisvárosnak egy nagyon prominens alakja, akinek még mindig meghallgatják a véleményét a helyi politikai közéleti eseményekről, és Isten tartsa meg egészségben. Annyit még hozzátennék, hogy aki talán hallgatja ezt az adást, és olvasta a képregényt, és tetszett neki, és esetleg úgy járt, mint mi, hogy, vagy úgy járt, mint Orsi, akinek egyáltalán nem tetszett a film adaptáció, mozifilm, vagy úgy, mint én, aki legalább háromszor, négyszer láttam, és néhány részlete szerintem fantasztikus annak a filmnek, összességében van gondom vele, illetve összehasonlítva a képregényen van nagyon nagy gondom vele. Azt mondom, hogy míg a filmnek mondjuk 10% köze van a képregényhez, magában a hangulatában és üzenetében tényleg szerintem 10%, akkor az a körülbelül 70, ami a sorozat, akkor a 70 kevésnek tűnhet, de így azért már egy sokkal watchpenesebb dolgot kapunk a sorozat formájában, szóval ha így veszük, akkor mindenképp érdemes volt elkészíteni, viszont nem adott hozzá annyit, hogy úgy érezzem, hogy megállja a helyét, mint egy igazi Watchmen adaptáció, vagy akár folytatás, úgyhogy én úgy szeretnék még valamit látni a Watchmen világából, vagy következő világából, hogy nem szeretném, hogyha ennek folytatása lenne, mert ugyanakkor a lezárása az tökéletes volt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, szerintem a lezárás az eléggé. Nem, persze olyan, mintha kiabál a folytatás után, de pont ettől nem kell neki. Érdekes, amit mondtok, mert nekem meg ugye totálisan kimaradt a képregény élmény, úgyhogy én teljesen más helyzetből csöppentem ebbe a világba. Mindenkinél másképp működik. Nem tudom, Lóri, neked még van esetleg hozzáfűzni valód ehhez a... Hát igazából lenne, de azt nem merem elmondani, mert nagyon spoileres lenne. Az mondjuk csak annyi, hogy Dr. Manhattan kapcsán, a sorozat kapcsán, de azt tényleg, hogyha elmondom, akkor az ott sok poént lelőnék vele a sorozatból, úgyhogy inkább nem. Én ma már lefújtottam egy fél órás vitát Dr. Manhattan fejlődéséről a sorozatban valakivel, és ez egy állandó téma lehetne, mert szóval van mit beszélni arról, hogy vele mi is történik. Lenne, de itt azért nem akarom én sebert, hogy akkor nagyon nem lenne most jó.
másoknak. Nekünk jó lenne. Nem baj, várjuk majd a kommenteket a YouTube videónk alá, és nyugodtan el lehet mondani, hogy ki hogy látja az Aznap éjjel, vagy a Night of című sorozatot, vagy ezt a Watchmen című sorozatot. érhangja.ro/rádió És akkor menjünk tovább, de szintén maradjunk az HBO-n. 2014-ben készült el a True Detective című nyomozós krimis sorozatnak az első évada, és mindmáig talán ez az egyik legjobb, de Lóri, akkor mivel te hoztad, inkább akkor rád hagyom ennek a sorozatnak az ismertetését. Orsi már korábban még a beszélgetésünk elején említett egy olyan fogalmat, vagy terminust, ami az antológia, vagy antológikus dolog lenne. Hát ez is egy olyan sorozat, ugye a True Detective, mi is a magyar címe, mindig elfelejtem. Törvény nevében. Igen, de... Mindig téveztem ezeket. Szóval a törvény nevében, igen. Na mindegy, tehát, hogy igen, ez is egy antológikus sorozat, ugye az első évad, ahogy mondtam, 14-ben jelent meg. Azóta már lett még 2 évad, ha jól tudom. Én igazából csak az első évadról szeretnék beszélni, vagy szeretném, hogy beszéljünk az első évadjáról, mert hogy amikor azt megnéztem, és aztán majd, amikor kijött a második évad, abba is belekezdtem, és elkezdtem nézni, viszont elkaszáltam. Tehát körülbelül 2-3 résztán azt mondtam, hogy köszönöm, ez nem az, amire én vágyok, vagy nem az, ami nekem True Detective-et jelentene. Ez persze egyrészt lehet abból a dologból is, amit már akkor mondtam, hogy ugye analogikus, antológia jellegű a sorozat. Tehát, hogy az elsőben teljesen más szereplők vannak, teljesen más történet van, teljesen más minden. A következő évadban, a második évadban teljesen új szereplők vannak, teljesen új sztori van, tehát nincs semmilyen kapcsolódási pontja a kettőnek. És talán lehet, hogy mondjuk tehát a pró és a kontrát nézve, akár lehet azt is mondani, hogy persze lehet, hogy ez egy előnye a sorozatnak, hogy akkor a második évad már egy teljesen más sztorit mutat be más karakterekkel, és akkor ez lehet egy pró ilyen szempontból. Viszont nekem ez pont a kontrája az egésznek. Tehát még ha nem is tekinteném úgy, hogy antológia így vagy úgy, de egyszerűen nem tetszett maga a karakternek a felépítése a második évadot tekintve. Valahogy olyan, nem tudom, tehát olyan nagyon sablonnak tűnt valahogy valamilyen módon. Az első évad viszont igen, ahogy mondtad te is, Peti, sokan tartják mai napig is minden idők egyik legjobb krimi sorozatának a True Detective-et, vagy nevezi csak TD-nek, mint a rajongók, tehát a TD. Állítólag így nevezik, hogy TD. TD-nes, igen. TD. Tehát a TD... A TD az azt is mondanám róla igazából, hogy nem is maga a története, illetve maga a bűncselekmény az, ami a nagyon erős része, hanem inkább a karakterek, amik aztán nagyon-nagyon erősek. Tehát ugye két olyan színészünk van benne, akik már korábban mozisztárok voltak, mert nagyon erős filmekben is játszottak, ugye Woody Harrelson és Matthew McConaughey, és közöttük is még erősebbnek érzem, és nagyon nagy imádattal gondolok rá mai napig is, az pedig ugye Matthew McConaughey-nek a karaktere. Tehát zseniálisan játszik benne. Azt tényleg látni kell, tehát nem is nagyon tudok róla úgy szavakból mesélni, vagy mondani valamit. Úrjel, tehát nagyon-nagyon erősek a karakterek benne, a két nyomozónak a karaktere, ugye? És mondtam azt, hogy nem annyira a történet az, ami elvisz magával, hanem inkább ez, hogy inkább rajtuk van a fókusz olyan szempontból, hogy itt is vannak amúgy, ha jól emlékszem, akkor voltak flashbackek, amúgy rég láttam már az első évadot, de ha jól emlékszem, itt is voltak talán flashbackek a sorozat folyamán. Lényegében az első jó néhány rész egy nagy flashback, vagy és igen, kapcsolódunk be a jelenbe. Vagy igen, akkor így pontosabb. Tehát, hogy látjuk a karaktereknek az előéletét, vagy más arcát is, akár konkrétan, vagy későbbi arcát is, tehát utazunk azért időben egy picit a sorozat folyamán, és a történet igazából egy
egy hogy is nevezik ezt, egy milyen gyilkosságnak? Nem szakrális, szakrális gyilkosságnak nevezik? Rituális. Rituális, így van, így van. Rituális gyilkosság lenne az alap sztoria, de én nem is emlékszem arra, hogy ott végül már mi történik abban a, tehát a történetvezetésben, hogy akkor ki lesz a gyilkos, vagy ki volt a tettes, vagy mi történt konkrétan, egyszerűen nem az érdekelt benne, hanem az, hogy ez a két nyomozó mit csinál egymással, meg egymás szeretteivel is. Szóval egyelőre ennyi is, ez egy óriás, tehát nagyon kerek az az egy évad, ahogy van. Jó, persze, ez az ontológikusságnak a velejárója, de én nem találok benne kivetendőt, tehát hogy egyszerűen mind filmezésben, megoldásokban, képi világban, karakterek, színészek, óriási. A két karakteren kívül talán az államban, ahol játszódik ugyebár az egész történet, annak a hangulata az, ami úgy nagyon rányomja a sorozatra a jellegét. Igen, mindig is például nagyon úgy félelemmel tölt el, hogyha az amerikai középnyugat dél mocsaras, gőzölgő, mocsaras déli államokra gondolok, és hogy ott mi történhet, és ebbe a True Detective első évadba pont oda csöppenünk be, és tényleg egy olyan gyilkosság sorozatba, aminek nem tudom, hogy igazából a jellege a legfélelmetesebb, vagy az, ami történik utána, és hogy effektív nem találjuk a gyilkost, és éveken, vagy évtizedeken át, nem évtizedeken át nem, de éveken át folyik egy nyomozás, és hát a lezárással nekem voltak például problémáim, de amúgy szerintem is egy nagyon jó sorozat. Nem is olyan rég sikerült végre, én is rávegyem magam, hogy megnézem a második, illetve a harmadik évadot. A második évadban nekem is beletört a bicskám kb. Egy évvel ezelőtt, 2-3 rész után, de aztán most az elmúlt egy-két... Megembereltem magadat? Megembereltem magam, de ami a második évadban történik, az szánalmas, tehát ott egy kisebb városnak a telefonkönyvében szereplő összes név elhangzik az alatt a 8-10 rész alatt. Tehát annyi név van, hogy effektív tényleg nem tudod követni, hogy most kicsoda. A harmadik évad azért az egy picit úgy visszabillenti a mérleget, és az már úgy egy kicsit helyre van rakva. Bár ott, na mindegy, ne menjünk bele a második meg a harmadik évadokba. Nem mondtatok valami fontosat szerintem a sorozattal kapcsolatban, hogy rendkívül bátor a sorozatnak a hozzáállása abból a szempontból, hogy csak látszólag krimi sorozat, mert itt valójában olyan transzcendens témák jönnek be, amelyeket én a magam részéről még soha nem láttam krimi sorozatban tárgyalni, tehát szerintem teljesen meglepő és teljesen váratlan, legalábbis abban a pillanatban, amikor én megnéztem ezt a szezont, számomra abszolút váratlan volt, és a sarok mögül jött ki, hogy itt most tulajdonképpen valamiféle ősgonosszal van dolgunk, vagy mert láttunk ugye már olyan sorozatgyilkosos történetet, amiben ilyen rituális gyilkosság volt, vagy mit tudom én, akkor általában ennek az a megoldása, hogy egy őrült sorozatgyilkosról van szó, aki mondjuk valami szekta tagja, vagy mit tudom én, milyen hiedelmei vannak, és akkor arra használja fel az áldozatait, hogy bla bla bla, de itt meg abszolút nem erről van szó, hanem itt tényleg arról van szó, hogy ezek a kisvárosi nyomozók egyszer csak bele nyúlnak valamibe, ami túl van az érzékelt valóságunkon. Ami egyszerűen annyira meghökkentő, hogy nagyon nehezen tudtam azt elképzelni, hogy ez működhet, és valóban a filmkészítőknek a zsenialitását, abszolút csak zsenialitásnak tudom nevezni azt a tényt, hogy ez egész egyszerűen működik, és annyira leköt, és amellett, hogy működik, mint krimi, működik, mint ilyen jó és a rossz óriás archi összecsapása, majd tudom én, emellett pedig színészfilmként is működik, ami megint csak teljesen meghökkentő és teljesen váratlan. Tehát szerintem ez a
a True Detective első szezonja, zárójelben ugyanúgy jártam a másodikkal, mint elórítette nekem, és abszolút beletört a bicskám, és abbajtam azt, hogy ez olyan unalmas, hogy ez így kész, tehát hogy altató meg nem kell, tehát hogy így, zárójel bezárva. Szerintem ez az első szezon, ez a Matthew McConaughey, és ez egy olyan unikátum, ami abszolút egy ilyen álló csillag az én szememben, tehát nem, nem tudok hasonlítani hozzá semmit. Egyszerűen ilyen filmet készíteni, ilyen krimi sorozatot készíteni egy halálugrás egy filmkészítő részéről, és egy fantasztikusan okos, elejétől a végéig átgondolt koncepció kell ahhoz, hogy ezt kerek egészként össze tud hozni, és akinek az sikerül, az előtt nekem le az összes kalapba. Igen, hogy amúgy jól elmetetted végül azt a részét a sorozatnak, hogy azért elmegy ebbe az érzékeken túli világba is, hogy ilyen alapon, mondjuk én nem akartam erre kitérni külön, de ilyen alapon lehetne egy kisebb párhuzamot húzni mondjuk az Outsiderrel, ugye. Tehát, hogy ott olyan értelemben, hogy az is tehát úgymond egy simi krimi. Most szeretnék közbeszólni, ő még nem látta, és erről fogalma sincs, amit most kezdesz el mondani. Hogy is mondjam, az egyik legnagyobb meglepetése volt számomra, amilyen irányba elindul, ezért kérlek, így is többet mondtál. De ez egy Stephen King sorozat, nem? Igen. De azért annyira nem meglepő. De! Jó. Szerintem nem meglepő. Jó, én nem gondoltam előre egy Stephen King sorozatról azt, hogy nincs benne paranormális. Én meg úgy érzem a True Detective-vel kapcsolatban, hogy itt még be lehetne venni társforgatókönyvírónak, oda kéne írni, hogy valami Howard Philip nevét, valami Lovecraft, még így is hívják, mert a hangulata annyira rányomja a bélyegét erre, hogy valami hihetetlen. És az, hogy az amerikai délre van helyezve az egész, és mégis Lovecrafti hangulatot áraszt, főleg az utolsó jó néhány rész, addig csak szavakban, illetve hangulatban jelenik meg, és aztán is, csak szavakban és hangulatban, igazából képileg ezt lehet venni egy sima kriminek, vagy túlvilági dolgokban hívő emberek őrületeinek. Tehát nem feltétlenül kell úgy kezelni, mint a természetfeletti sorozatot, de a természetfeletti nagyon nagy súllyal nehezedik rá magára a történetre, anélkül, hogy igazából manifestálódnia kellene. És ez emeli ki számomra a sorozatot leginkább a többi közül. Még az elején csak egyetemi figurát van, aki a világegyetem összekapcsolódásait úgy érzi, hogy tisztán látja. A végére már te is ott leszel vele, ami nagyon furcsa, hogy tud egy ilyen figura maga mellé állítani, mert mindenek mi csak normálisnak, nem? Egészen fantasztikus az alakítása Matthew McConaughey-nek, és Woody Harrelson-nek is. Őt azért nem kéne, mindig egy kicsit úgy hátrébb teszik. Neki van a hálátlan a feladata ebben a sorozatban. Jó, de Woody Harrelson bármilyen szerepben kurva jó. A Matthew McConaughey meg többek között ennek a szerepének köszönheti, hogy most visszakerült a térképre. Igen. Hát igen, meg ahogy mondtad, az övé a hálás szerep, tehát igazából az a hálás szerep, az az emlékezetes figura minden szempontból. Rastakóly. Szóval akkor Orsi, nézd meg az Outsider-t. Hát most már mindegy, most már is lelőtted. Nem, azért nem. Tehát, hogy nem ennyire egyszerű azért. Jó. Nagyon nem. Bizony is mindig ezt szoktam mondani, mikor lelőtte a poént, és aztán... Nem, és nem ennyire egyszerű. Hogyha már többen mondjuk, hidd el. Én leginkább azt hasonlít a turizaktív versélyvadáról az utóbbi pár évből tényleg. Hát épp azért említettem meg, de akkor nem említem tovább a dolgokat, amik vannak benne. Na. Igen, mindenki, és akkor... Mindenki nézze meg, Orsi is, aki nem látta még. Érhangja.ro/rádió. Igen, és akkor lépjünk is tovább, és most tényleg elhagyjuk három HBO sorozat után az HBO, de jön egy ugyancsak hárombetűs tévécsatornának a sorozata, ami még... Bocsánat. Mondtam, hogy ne igyon.
hogy még az előző évtizedben kezdődött ugyebár ez a sorozat, amit Orsi hozott, és átnyúlik a 10-es évek első feléig. Ez egy, ha jól tudom, 5 évados sorozat, amit hoztál. Én személy szerint nem láttam egy rész se belőle, viszont elég sokat hallottam róla. Van ilyen, igen. Hát ez tovább arra, hogy... Pontosan. Úgyhogy Orsi, hoztál itt egy sorozatot, mutassad be fele. Igen, egyébként a felvezetőben nem volt benne, hogy ugyanúgy, ahogy a filmek esetében most is az elmúlt évtized kedvenceit próbáljuk sorolni. A Breaking Bad még éppen csak belefért, mert igazából az elmúlt évtizedben indult, 2008-ban indult. És az első részben elég sokat csaltunk, Vizsó is, meg én is, úgyhogy... Belógtak. Na, nem? Belógott. Neked mind a kettőnek egy egész évad belógott ebbe az évtizedbe, úgyhogy szerintem ez irányban. Na, hát a Breaking Bad 2013-ig tartott, úgyhogy szerintem simán, tehát hogy így nem lóg ki a sorból. Milyen érdekes egyébként, hogy most én vagyok az egyetlen, aki igazi ilyen több évados hosszú sorozatot hoztam. Én már a saját a minisorozatomat az első részben előttem a Csernobillal, és el is mondtam, hogy mennyire szeretem ezt a műfajt, blablabla, bla, bla, de ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezt a műfajt tudom értékelni, mert hál' Istennek azért készülnek olyan több évadon keresztül futó sorozatok, amik fantasztikusok és nagyon-nagyon emlékezetesek. Szerintem a Breaking Bad egyértelműen az elmúlt egy-két évtized egyik legjobb sorozata mindenféle szempontból. Miért? Azért, mert hasonlóan a Csernobilhoz megint, ugye, amit a múltkor hoztam, ezt is egy ilyen teljesen egyedülálló konstellációnak tartom, amiben a forgatókönyvírás, a filmezés, illetve a színészi játék egy olyan hihetetlen együttállásban van, amit nagyon-nagyon ritkán látni, még a legnagyobb mozifilmekben is. És mivel sorozat, és hosszú sorozat, ezért van idő olyan karakterfejlődésekre és a karaktereknek az olyan mélységeinek a feltérképezésére, amit mozifilmben megint csak abszolút nem láthatunk. Bryan Cranston, aki egy szeretett tévészínész volt már a Breaking Bad előtt is, én azt gondolom, hogy a saját mesterségében olyan magasságokba tudott emelkedni a Breaking Bad 5 évadja alatt, amit nagyon-nagyon nehéz utolérni, na és akkor most így a nagyon-nagyon nagy szavak, de feltételezem, hogy talán esetleg még létezik olyan ember, aki nem látta a Breaking Bad-et, rád nézek, Peti. Tehát az alapsztori olyan, aminek az alapján én biztos soha nem néztem volna meg ezt a sorozatot, tehát hogy nem igazán értem, hogy mitől lehet izgalmas ez a felütés. Ez a felütés az úgy néz ki, Walter White egy 50-valahány éves középiskolai kémia tanár, aki egy olyan diagnózist kap az orvosától, ami szerint ő végstádiumú rákos beteg, és gyakorlatilag egy néhány hónapja van hátra. Walternek családja van egy felesége, illetve egy születését problémákkal küzdő kamaszfia, nagy kamaszfia, illetve úton egy kicsi leánykája. És hát Walter szembenéz a halálával, és rájön arra, hogy nem is az a baj, hogy akkor ő most meg fog halni, hanem az a baj, hogy ő gyakorlatilag semmit nem fog a családjára hagyni. Tehát ő úgy fog elmenni, úgy fogja hagyni a feleségét, meg a hamarosan két gyerekét, gyakorlatilag egy vas nélkül. És rájön arra, hogy végtére is ő, mint kémia tanár, rendelkezik olyan tudással és olyan hozzáértéssel, amivel egy olyan dolgot tudna hát a tanításon kívül ő végezni, ami fantasztikus pénzeket tudna hozni a családnak, nyilván illegálisan. Az azt jelenti, hogy ő drogot tud előállítani, metamfetamint, ez egy olyan drog, ami Amerikában nagyon-nagyon jól megy a fekete piacon, nagyon sokan veszik, nagyon sokan vannak rászok, hogy meglehetősen veszélyes illegális drogról beszélünk, amit viszont meglehetősen könnyű otthoni laboratóriumi körülmények között előállítani, amennyiben az ember tudja, hogy kell. Walter tudja, hogy kell, tehát a középiskolai tanár, kémia tanár tudás szintje teljesen elég ahhoz, hogy a metamfetamint ő elő tudja állítani. És mivel úgy gondolja, hogy maximum egy fél éve van hátra, annak az embernek a magabiztosságával, akinek már nincs mit veszítenie, nekiáll, és elkezdi gyártani ezt a drogot.
Ugye a nagy kérdés az, hogy tök szép, hogy akkor ő most legyártja ezt a kristály metamfetamin, de hogyan fogja ezt értékesíteni. Felveszi a kapcsolatot egy kedves diákjával, aki aki szerintem nem egy éltanuló, meg hogy is mondjam így ezt finoman, meg nem egy kifejezett stréber. Kedves diákja. De Walternek tudomása van róla, hogy nagyon jó kapcsolatai lehetnek valószínűleg a srácnak az alvilágban, mert hát úgy néz ki, mint aki nem idegen a drogok világában, és ez így is van. Felveszik a kapcsolatot, elmondtam, most tényleg ez a kiinduló pontja a történetnek, és innentől kezdve, ami teljesen hihetetlen, hogy egy fantasztikus karakterdrámát fogunk nézni innentől kezdve 5 évadon keresztül, az a fantasztikus kapcsolat, ami Walter és Jesse diákja között kialakul, az valami káprázatos, ahogy ezeket a szereplőket, őket felépítik, az valami hihetetlen, és tehát egy alvilági történetről beszélünk, alapvetően ugye egy bűntörténetről beszélünk, de ugyanakkor magának a sorozatnak a legfőbb sajátossága az, hogy olyan szinten bír komoly lenni, és annyira drámai tud lenni, hogy a lélegzetedet vissza fogod tartani nagyon sokszor. Tele van hihetetlenül emlékezetes pillanatokkal, szituációkkal, amikor megáll a levegő. Azt nézed végig tulajdonképpen, hát mit jelent az, hogy Breaking Bad? Azt jelenti, hogy valaki... Nem ezt jelenti. Tehát azt jelenti, hogy valaki a rossz útra lép. Oké, Walter rossz útra lép, és most, hogyha már elmondtuk, hogy 5 évada van a sorozatnak, hát kitalálhatjátok, hogy nem fog belehalni ebbe a rákba Walter. Legalábbis. Nem, most ennél többet nem mondunk, jó, de nem, tehát ez a néhány hónap, amit adtak neki az orvosok, az nem úgy lesz, jó, tehát már egyébként vége lenne az első szezonban, vagy valami ilyesmi a sztorinak. Viszont történik vele valami más, gyakorlatilag átalakul egy másik emberré, egy olyan bűn királyá, akitől a komplett alvilág retteg és reszket a gatyája a legnagyobb kápóknak is tőle, és tulajdonképpen ő egy nagyon szerethető ember, és te, mint néző, végignézed azt, hogy hogyan degradálódik gyakorlatilag jellemileg is egy olyan borzasztóan gonosz figurává, hogy nem fogod tudni elhinni Petit, komolyan mondom. Te nézed és kapaszkodsz, hogy ilyen nem létezik, és megtörténik benned az a konfliktus, hogy én szerettem ezt a karaktert, én vele voltam, hogy képes erre, és képes basszus mindenre, és képes, mert gyakorlatilag erről szól, hogy hogyan Breaking Bad, hogyan alakul át Walter White középiskolai kémia tanárból a retteget Heisenbergé, aki a legnagyobb drog, hát nem drogbár, hogy akkor ő nem lesz, mert ő nem a drogértékesítésben fog elévülhetetlen érdemeket szerezni, hanem ugye ennek a drognak az előállításában, de hát ebben ő lesz az abszolút király. De ez csak a sztori, a lényege mindennek a színészi játék, a dráma, hihetetlenül drámai helyzetek, és mindehhez még hozzájön egy nagyon-nagyon izgalmas képi világ, ami rengeteg poént is rejt magában, és fantasztikusan emlékezetes képeket és beállításokat. Pizza a tetőn, rózsaszín maci az udvari medencében, stb. Illetve azokat az emlékezetes replikákat, amiket azóta is mémek, és azóta is emlegetettek, ugye mondd ki a nevem, én vagyok az, aki kopogtat, stb. Szabadfordításban. Tehát ezek annyira emlékezetes jelenetek, hogy garantált, hogy ezt erre örökké emlékezni fogsz, ha megnézed. Na, ja, igen, és még mielőtt körbe megyünk, azt is elmondanám, hogy én a Breaking Bad mellett nagyon nagy szeretettel hozom a spin-offját is ennek a sorozatnak. Nagyon menő és emlékezetes mellékszereplő a Breaking Badben, Saul Goodman, aki egy olyan ügyvéd figura, aki nagyon jó kapcsolatokat ápol az alvilággal, és ő gyakorlatilag egy olyan ember, aki bármit el tud intézni. Tehát ő egy olyan ügyvéd, akihez a
legborzasztóbb, legutolsó bűnökbe beleesett emberek meg mit tudom én fordulnak, és mindenkit kihúz a csávából. Ez egy nagyon komikus karakter egyébként, egy nagyon-nagyon színes karakter, Bob Odenkirk alakítja, és nagyon jó pofa volt, hogy amikor néztük a sorozatot, akkor tutira azt mondtuk mind a ketten Bizsóval, hogy ennek a fickónak spin-offra van szüksége, és hál' Istennek meg is kapta. Beletelt néhány évünkben, amíg rávettük magunkat, hogy megnézzük a spin-offját, Better Call Saul, ez a spin-offja. Ez a Saul Goodman-nek a szlogánja, mint ügyvéd a Breaking Bad-ben is, de aztán nem is lehettünk boldogabbak, amikor végül rávettük magunkat, hogy megnézzük, mert hihetetlen módon, és higgyétek el, vízimanó becsület szavamra, elér a szintjére a Breaking Bad-nek. Fantasztikus, hogy mennyire jó és abbahagyhatatlan öt évad van ebből eddig, és hát majd egyszer valamikor lesz egy utolsó hatodik, ezt még nem tudjuk most ugye itt a járvány miatt sem, meg egyébként is nem. A múlt héten mutatták be az utolsó részét az ötödik évadnak, úgyhogy most mi is akkor néztük meg. Na, én ennyit mondok. Nézzétek meg, elképedett. A gonosz ébredése gondolom, akkor így lenne tökéletesen hogyha szóról szóra fordítanánk le a Breaking Bad-et, talán. Mint ahogy az elején elmondtam, én nem láttam belőle egyetlen egy percet sem ebből a sorozatból, de természetesen tudok róla, illetve ismerem a történetet, meg az Orsi által felvázolt dolgokat. Csak pozitívumot olvastam, meg hallottam róla, úgyhogy nem tudom, mikor fog sorra kerülni, nem ígérem meg, hogy bepótolom, de nem tartom egyáltalán kizártnak, és nem zárkózom el előle. Azt akartam mondani, hogy ahogy közben Orsi mesélte a sorozatról, hogy az ugrott be, hogy mondtad, hogy mekkora karakterfejlődés van, hogy az elejétől a végéig nem csak volt már, hanem a diákján, a tanítványánál is, ugye? És hogy... Tessék? Nála még nagyobb talán, mint volt ennél. Igen, és közben az ugrott be, amikor Orsi-eket mesélte, hogy abszolút mértékben így van, és közben azt is látjuk, amikor ez a fejlődés történik, vagy fokozatosan működik a sorozatban, hogy közben még viszonyatosan balfaszok mind a ketten. Tehát, hogy legalábbis az elején még nyilvánvalóan. Tehát, hogy ugye tanulják a szakmát, hogy hogyan kell mondjuk úgymond bűnözővé válni. Tehát amikor a droggyártó még amikor már azért elég komolyan még, vagy komolyan működik már az ipar, úgymond, még akkor is mondjuk csak egy izével jár, egy Prius hibriddel, tehát hogy könyörgöm. Ugye az a Prius hibrid, ami ott felállnak mindig a felhajtójára, amikor hazaér a házhoz. Amúgy persze azt tudnék el, az nem esett szóba, hogy ugye ezt mind titokban csinál, család nem tudod semmit jó ideig, tehát a pénzt is egy ideig elrejti a padlóba, amit gyűjtöget apránként eleinte, és hiszen megvan ennek az egésznek a menete. Hát azt akartam, igazából azt, romantikája, igen. Csak azt akartam mondani, hogy közben mennyire balfaszok egy jó ideig mind a ketten, és hogy ugyanakkor ezzel a balfassággal együtt képesek úgy mindig kijevickérni egy-egy helyzetből, bajos helyzetből, hogy úgy jönnek ki belőle jól, hogy feljebb kerülnek a ranglétán akár abban a hierarchiában, amiben működnek hát úgymond a maffián belül, de hát nem olyan értelemben kell ezt mondani, hogy Orsi is említette, tehát nem ők a tehát tutodik kápi lesz, de nem olyan értelemben tutodik kápi. Kápodi tudtok kápi, azt hiszem úgy van talán a kifejezés. Tehát a balfasságuk által, és hogy tanulják a szakmát, úgy válnak egyre profibakká, és aztán tényleg, tehát zseniálisan van megoldva a forgatókönyv, a színész is pazar, nagyon jók. Én bevallom őszintén, hogy egészen a negyedik évad valahanyadik részéig láttam, és végül nem fejeztem be annak idején sorozatot, akkor még ugye hétről hétre ment, amikor szakítottam vele olyan értelemben, és pont az... Rájöttél, hogy totál szíves. Pont az volt a bajom vele, mint amiről már beszéltünk egy korábbi podcastben, ugye, hogy ez a hétről hétre követni egy sorozatot, azok most vársz rá, nem tudom mi, és pont emiatt akkoriban anyagoltam egy után.
amikor meg már befejezték az ötödik évadot is, akkor meg már azon voltam, hogy oké, neki kéne kezdjek, hogy fel kell vegyem a szállat valahol, ahol abba hagytam, vagy lehet legjobban az egészet újról kezdeni, mert akkor már eléggé megkoptak az emlékeim. Viszont azóta sem történt még meg. A spin-offot tekintve pedig azt meg egyáltalán nem láttam még a Better Call Saul, de arra is csak jót hallottam, hogy ti is mondtátok. Úgyhogy hát mindenkinek ajánlós. Mi is vártunk a spin-off-fel 5 évet, mert 5 éve elkezdődött, mire rávettük magunkat. Egyszerűen nem hittem el, hogy el tudja érni a szintjét a Breaking Bad-nek, de én úgy érzem, hogy néha meg is ugorja, ami nagyon furcsa. Talán az nem lett elmondva, hogy egy olyan alvilági történet, amiben megismerjük a nagyon is, nem mondom, hogy valóságos, mert természetesen fogalmam sincs, illetve talán halvány fogalmam van néhány hiteles hát film kapcsán. Egy élő, lélegző világot ismerünk meg, olyan alvilági figurákat, akikről egy percre sem tudom elhinni, hogy színészek. Szóval sikerült egy olyan castinget összehozni, hogy hihetetlen alakok játsszák az igazán nagy főnököket a filmben, és ezáltal oké, ott van a karakterdráma, de egy olyan vicces, torz világba kerülünk bele, amiben a veszélyérzet konstans, ugyanakkor nagyon-nagyon erős humoros részek vannak minden évadban, ami igazán különlegessé teszi az egészet szerintem. Ez talán a legvonzóbb vetülete magának a sorozatnak, ami áthúzhatja az embert az esetlegesen, hogy is mondjam, olyan szituációkon is, amiből úgy érzed, hogy nincs kiút, miért nézem én ezt. Tudom, hogy ez furcsa hangzik, azért nézed, mert nagyon jó, de több embert ismerek a baráti társaságomból, akik ott hagyták a sorozatot elég hamar. Ott hagyták egy vagy más fél évad után, többen is, és szerencsére vannak köztük olyanok, akik aztán újra kezdték, és most egész más szemmel tudják nézni. Egy kicsit a felütés túlságosan nyomasztó ezzel a rákos kémia tanárral. Igaz, hogy vannak már az első néhány részben is viccesebb dolgok, de nem lehet igazából még érezni az elején azt, hogy mi is lesz ebből. Nagyon szépen alakul ki. Egészen olyan a sorozat, mint hogyha az első részben már tudták volna az utolsó rész történetét. Az egyik legkerekebb sorozatnak tartják történetileg. Persze nem így van. Például hosszú sorozat, tehát nem mini sorozat, és mégis sikerül olyan szinten lekerekíteni. Igen, ebben nagyon jó. Pont azzal az illetővel, akivel a Watchmen mehettem szálát beszélgettem a másik anyától való tesómmal, a Breaking Badről is beszélgettünk ma, és ő is azok közé tartozik, aki másfél évad után abba hagyta, és most valamennyire valószínűleg meg az én erőltetésemre, nyomásomra, mivel neki nagyon reklámoztam a Better Call Saul-t, a spin-offot, ezért úgy érezte, hogy akkor mégiscsak elő kell vegye a Breaking Bad-et, ahhoz, hogy egyáltalán el tudja kezdeni a spin-offot, és most néhány rész újra nézése után már egész más szemmel tudja nézni, mint akkoriban 2012-13-ban, amikor először nézte. Ez valószínűleg az élethelyzet is kicsit, és a felnőttesebb hozzáállás is lehet, hogy egy kicsit hozzáad. Ezt azért mondom, mert a sorozat az igazán fiatalok körében azért volt népszerű, mert menő volt, viszont az öregebb korosztálynak meg azért volt népszerű, mert a drámája volt hihetetlenül erős. És megtörténhet az, hogy az embert egy olyan életszakaszban kapja el, ami a kettő között van, és talán akkor koppan. Úgyhogy érdemes vele később is próbálkozni, mert tényleg az egyik legütősebb és a legerősebb sorozatok között van. Az utóbbi 10 évben biztos, de úgy összességében véve is nagyon megérdemelt helye van a Pantheonban a legjobb sorozatok között. Még a spin-off kapcsán azt tenném hozzá, hogy nagyon érdekesen van szerintem időben elhelyezve a Better Call Saul. Nem gondolnád, hogy pont az lesz az izgalmas benne, hogy az eredeti sorozat a Breaking Bad előtt játszódik. 4 éve. A Better Call Saul. Mert ugye azt gondolnád logikusan, hogy úristen, mi lehet ebben az izgalmas, úgyis tudom, hogy mi lesz a vége. Tehát, mert tudom, hogy mi az a szituáció, aminek ki kell alakulnia a Breaking Bad idejére. Viszont nagyon érdekes, hogy pont ettől rendkívül izgalmas, mert
ha a Better Call Saul-nak az évadai alatt is már kialakulnak azok a helyzetek, azok a szituációk, azok az emberi kapcsolatok, amikben már úgy kapaszkodsz, és felbukkannak azok a karakterek, akiket ismersz. Tudod, hogy a távoli sorsuk mi lesz. Gyakorlatilag tudod, hogy ki az, aki túl fogja élni a sorozatot. Ezt tudod. Viszont nem tudod, hogy mi lesz a többiekkel. Nagyon durva. És mindvégig úgy jössz, hogy tényleg egy csomó szereplő, hogyha mit tudom én, veszélyes helyzetbe keveredik, akkor úgy arra gondolsz, hogy persze tudod, hogy túl fogja élni, mert tudod, hogy benne van a Breaking Bad-ben. Viszont nem minden karakter van benne a Breaking Bad-ben. Nagyon fontos karakterek nincsenek benne a Breaking Bad-ben, és mivel még nincs meg az utolsó szezonja a Better Call Saul-nak, fogalmunk nincs, hogy mi lesz velük, gőzünk nincs. Tehát abszolút kétesélyes minden. Az is lehet, hogy megnézed, hogy hogyan eliminálódnak a történetből, az is lehet, hogy nem fogod látni, és nem fogod megtudni soha. Minden részben féltesz bizonyos életeket. Minden részben. Bár ez sokkal könnyedebb hangvétellel induló sorozat, de a tétek egyre nagyobbak. Ugyanúgy, ahogy a Breaking Bad-nél is, tehát ponton annyira megnőnek már a tétek, hogy már szívszaggató, már gyomor minden, tehát... És a Breaking Bad volt az első olyan sorozat, ahol egy igazi ilyen töltelék thriller rész, és tudott hihetetlenül jól lenni a bizonyos legyes rész, ami az egész rész arról szól, hogy a két főszereplő a droglaborban próbál elkapni egy legyet, mert annak nem szabadott lennie. Ennyiről szól az egész rész, és mégis működik. Nem a történet semmit, és mégis. Egy mozi filmnek a hosszúsága alatt körbejártuk az Egyesült Államok a fontosabb városait. Ugye voltunk New Yorkban, az Oklahoma állambeli Tulsa-ban, a Louisiana állambeli Wilmington Parish-ben, nem tudom, hogy erre emlékeztek-e, hogy ott játszódik a True Detective első évada, illetve Albuquerque-ben is jártunk a Új-Mexikóban. Fogunk még jelentkezni ilyen jellegű sorozatos podcasttel, tervezzük már a következő rész felvételét. Reméljük, hogy felkeltettük ezekkel a sorozatokkal az érdeklődéseteket, és amelyeket nem láttátok, azt majd megnézitek, vagy ha láttátok, újra nézitek őket, írjátok meg a véleményeteket ezekről a sorozatokról, vagy esetleg ajánljatok nekünk olyan sorozatot, amit ti szerettek, és mi mondjuk nem ismerünk, és megnézzük, és majd utána esetleg elmondjuk a véleményünket róluk. Ennyi lett volna már az értágító. Figyeljétek a YouTube csatornánkat, ugyanis napról napra próbáljuk töltögetni a frissebbnél frissebb adásainkat. Figyeljétek honlapunkat, Facebook oldalunkat, Instagramon is ott vagyunk, illetve Anchor FM és Spotify segítségével is lehet minket hallgatni, és most már Patreonon támogatni is lehet minket. Orsi, Bizsó, köszönjük szépen, hogy részt vettetek ebbe a mai műsorba. Lóri, mi majd még beszélgetünk, és köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok! 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 Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.